57-ben kerültem a Rádiófizika Hivatalhoz, akkor itt végeztünk a Puskás Tivadar Technikumban, és az volt az utolsó évfolyam, ami szakosított volt. Tehát három osztály volt, átitel, távbeszélő és vezeték nélküli. Ezek volt a C osztály, és innen ebből az osztályból kerültek oda, mivel akkor kezdett a televíziózás megindulni. Öten. A Horváth Tomé hiányzik, innen a Zsóri Vince, a Kisferi. Ők már meghaltak. Kisferi? Igen. Horváth Tomi megvan, csak ő nem tudott eljönni. A Zsóri Vincére és a Kisferire utaltam, hogy ők sajnos már nem lehetnek közöttünk. Július 2-án kerültem föl, én a Hargitába kerültem, és ott volt az a úgynevezett 1 kW-os BRG adóberendezés, aminek üzemeltetéséhez foglalkoztam. Ott tanultuk a szakmát, mert mivel iskolában, amit tanultunk, az édeskevés volt, nagyon új technika volt ez, és még meg kell említeni, hogy annak egy ürerezonátoros meghajtó fokozata volt. Úgyhogy elég jól abban az időben az egy egész magas színvonalú adóberendezés volt. És a Hargita épületben voltunk, és egy szinten volt, ez egy ilyen lakás volt, az egyik nagyobb tele volt a stúdió, ott voltak a filmpontok, a hangtechnika, és egy kisebb teremben volt az adóberendezés. Ott volt még a Berze Ferenc és a Pap Imre volt, aki később a Magyar Televízióhoz került át, 57. január 1-ével. Ott volt még közösen a Alföldi Gyuri, és a többi, azt hiszem a Novák Feri bács, meg a többieket már említettétek. Mikor oda kerültünk, nem tudom, nem emlékeztem, biztos visszaemlékeztek most már, elég sokat mechanikáztunk mi. Tehát említetted a transformátor készítés, de nagyon sok katrány antennát készítettünk. Volt ott akkor még ilyen amatőrök részére voltak este sugárzások, ilyen távoli vétel szempontjából, meg ugyanúgy mi is kísérleteztünk, hogy Bécset vettük, és ezekből próbáltunk azokban az időpontokban, tehát a megfigyelésre az amatőröknek sugározni. Közben jártunk, én is jártam át, amikor építették a németek a nagy adóberendezést, amit Péter is említette, kábeleztük, húztuk a kábelt, ugye a 30 kW-os adó a 4. emelettől egészen a 8. emeletig terjedt el. Egy nevezetesség volt még, mikor volt a ünnepélyes átadó, egy fotóriportert rákönyökölt a vészgombra, és leállt az egész adás. És akkor németek futottak össze-vissza, hogy mi történt, és hát akkor én pont a 6. emeletem voltam, és ott volt a erősávú betápmező a bal oldalon, és akkor láttuk, hogy mindegyik betáp kiesett. És akkor most kérdeztük, hogy vissza lehet kapcsolni, vagy nem lehet visszakapcsolni. És akkor újból indították az adóberendezést. Ez volt egy olyan, a másik pedig a Benfica vasas mérkőzésen, sajnos én voltam szolgálatban, akkor a végfok volt modulálva, a 36-os végfokozata, és volt a modulátor, transformátor, ami bezáratosulott, és sajnos akkor tényleg a BM, meg mindenki belül kiszállt, és stúdiósok, mindenki ott voltak, és többet hátszáltattak, mint amit említette Laci is, hogy ki kellett volna cserélni, ugye, hát sajnos nem egy kis munka volt, de sikerült a mérkőzés vége előtt újból
indítani. Sőt, akkor olyan tanácsokat adtak, amit sajnos nem lehetett felülbírálni, mert olyan háttér... PVC szigeten? Igen, hogy igen, a PVC padlólapot tegyük a közéjelbe, nagyon az magasabb volt az a transformátor, ami kigyulladt az egész lángra lobbant, mikor megfelelt a nagy fekvőci a térben. Úgyhogy, hát az, azt hiszem, Kálmán is, hogy tudjátok meg fel, hogy hol volt az a podeszt rész, és ott leemelni azt a 80 kilós trafót és kicserim. Scott trafó, mm-hmm. Igen. Úgyhogy ez volt, sajnos ebbe részem volt, és de nagyon sok szép emlékek vannak tényleg, amit a Laci is említett, hogy újítottunk, és mindig arra törekedtünk, hogy mindig, mert nagyon sok fokozatból álltak tehát láncolatok, hogy minél kevesebb üzemzavar legyen, leszűkíteni ezeket a megoldásokat. És Antonika csinálmítette, mikor leégett az egyik antennakábel, az antennatrafó után kimenőt, az tényleg úgy volt, hogy amit lehetett, azt nekünk kellett, mert akkor leállt az adóberendezés, amíg el nem hárítottuk a hibát, meg nem javítottuk, addig nem volt műsor. Tehát addig állt a stúdió, és mikor leégett, akkor éjjel, ugye nekiálltunk, tényleg alumíniumot olvasztottunk és elszergáltuk. Nagyon sokszor ugye kidurrantak, mert ugye a végfokozat ugye két oldalsávos volt, és egyik oldalsávos, ugye fél oldalsávos sugárzási rendszer volt, és a egyik oldalsávot ugye aktív elnyésztőkkel, tehát ellenállásokban ebészette el, ilyen vízzel hűtött nagy teljesítmény ellenállásokat, nagyon sokszor kidurrantak a vízsövek, elöntötte a 8. emeletet, úgyhogy ez, amíg meg nem javítottuk, el nem állítottuk a hibát, addig nem volt műsor. Ha ilyen hiba volt, amit ideglenesen meg tudtunk nagyon oldani, például nagyon sokszor ecsetnyéllel a mágnes kapcsolókat azzal oldottuk meg, hogy be legyen kapcsolva, ugye, mert megszakadt az áramkör, de azt nem lehetett fölkutatni olyan gyorsan, hogy mi okozza. Tehát mechanikusan oldottuk meg a problémákat, hogy minél rövidebb legyen a műsor kiesés. Úgyhogy ezek van régi, el sem képzelhető a mostani technikában, hogy ilyen megoldásokra kerüljenek sor. És nagyon jó emlékek vannak még ott a közösségre, sokat voltunk kirándulni, nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy Tihanyfő, Aszófő, Tihanyon sátortáboroztunk, úgyhogy nagyon jó élményeik vannak. Röviden, nem hosszan. Én 2005-ig ott voltam, ott akkor mentem el nyugdíjba, tehát végigmaradtam. Amit a Péter említett, hogy mikor kellett kábelezni, meg valami mozgás volt, mindig volt valami, mert a Trefort utca, illetve az újítások, illetve a módosítások, az új technikának a bevezetését mindig nálunk próbálták ki. Úgyhogy mikor hozták az újat, nekünk kellett szenvedni, hogy mi oldjuk meg, amit ők elképzelnek, és sokszor adódott ebből konfliktus, mert ugye nekünk kellett igazoló jelentést adni, hogyha valami nem úgy sikerült, ahogy ők elképzelték. Volt még egy nagyon emlékezetes üzemzavarom, egy téli. Nem tudom, Európa, vagy valami közvetítésben, téli olimpia,
hogy volt egy kezelőasztal, és abban volt egy igen kezdetleges, hát egy kapcsoló, ami testzállatos lett, és ezáltal akkor már volt tartalékadónk egy 4 kW-os, de egyiket sem lehetett elindítani, hogyha azt bekapcsoltuk. Az viszont működtette a kezelőasztalt. Azt hiszem a Kálmán, te jöttél le akkor, és volt ez a probléma, és akkor rájöttünk, hogy hát, hogy mi okozza, és akkor el lett csípve a vezeték, és akkor megoldódott ez a probléma. Úgyhogy voltak jó események, zűrös helyek, de nagyon jó volt. Úgyhogy mindig volt valami, hát a új technikáknak a vezetése, mind ott próbálták ki. Tehát a Széchenyi-hegyen, Radó, Budavesi tévéadóban voltak az összes kísérletek. Köszönöm.